magyar hegy és magyar óra, ahogy az Isten régi bérte. Nem kell nekünk idegen égbolt, egy pont szeme sem a világra, csak az kell, ami a miénk volt, igazságunk, igazságunk. Őszinteségre, hogy végre kimondhatjuk a múlt fájdalmas igazságtalanságait és elnyomatásait. Végre bátran vállalhatjuk az igazságot. Ne engedd, hogy kényelmes gyávaság vegyen rajtunk erőt, hogy azt mondjuk, hogy ó, minden mindegy, úgy se lehet itt már semmit se tenni. Ne ezt a tehetetlenséget és kényelmességet válasszuk. És imádkozom, Uram, a jövőért. Nem bűnhődtünk még eleget, kell még vezekelnünk? Őrizhetjük a reményt? Igen, őrizhetjük, de legfőképp a hitet. Hisszük azt, hogy Krisztus a legreménytelenebb helyzetet is egy pillanat alatt meg tudja változtatni. Hatalmasokat űzel trónjáról, és felmagasztalja a kicsinyeket. Bármikor bekövetkezhet az a pillanat, amikor az Isten fölborítja a világ hatalmasainak rendjét. Ez a pillanat, ez lesz a jó szerencse. Mondj hát, magyar, egy nagy nemet az emelkedő nemzet déli bábos szemfényvesztésére, tudva azt, hogy ki elfedi, növeli a bajt. Tiltakoznunk kell a magyar őshonos népesség állami segédlettel, költségvetési támogatással, törvényi legalizálással, az alkotmánybírósági döntéssel és a nemzetközi okmányokkal ellentétes, nemzetközi pénzügyi megszorítások alapján történő, trianoni méretűre történő fogyasztása, írtása ellen. Ha ezt a két nemet kimondod, magyar, utána kiálthatod Európa, a világ, a nagyhatalmak fülébe, ahogyan Dzsida mondja, hogy fájduljon és süketüljön bele fülük a külső trianonra, soha. Soha nem nyugszunk bele szétdaraboltságunkba, szolgák felettünk való uralmába, bozgorosításunkba, az Istentől nyert, s hősök vére által áztatott ezer éves szent haza elvesztésébe. Hol vannak már a Trianonban, majd 1947-ben Párizsban összeeszkavált államtorzó? De a Kassai dom altemplomában ott nyugszik még mindig a nagy vezérlő fejedelem, második Rákóczi Ferenc, ki ma is üzeni. Cum Deo pro patria et libertate.
Istennel, a hazáért és a szabadságért. Bennünket érzéketlenül feldaraboló nagyhatalmaknak, az úgynevezett művelt nyugatnak nem fájt és most sem fáj a mi gyötörtetésünk. Ők soha nem vették figyelembe és most sem akarják meghallani a mi jajszavunkat. Mi azonban ebben soha nem nyugodhatunk meg. Nekünk minden adandó alkalommal bele kell kiáltanunk ezekbe a süket fülekbe, hogy mi nem békülünk meg a gazsággal, és a jövőben se fogjuk nyugodt lélekkel tudomásul venni nemzetünk példátlan megalázásának és szétszabdalásának tényét. Aki pedig közülünk nem mer kiállni és szót emelni Trianon ellen, az egyszerűen nem érdemli meg a magyarsághoz való tartozást. Kebelünkről letiltották, leszaggatták a három színt. Kebelünkről beljebb vándorolt, befogadták a szíveink. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, míg zöldel a rétfüve, lesz jel, eszünkbe juttató, hogy hitünk hol van, hol hazánk, hogy hova, kihez tartozunk, s ki a föld, hol elsüllyed a koporsunk, ha meghalunk. Hogy az életünk sivatag, hogy vérbe mártott kép a táj, s a testnek a letépett tag utána sír, utána fáj. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, míg zöldel a rétfüve, míg lesz magyar szív dobbanó, a kebelünkről letilthatják, letéphetik a három színt, kebelünkről beljebb vándorol, befogadják a szíveink. E három szín után fog szívünk sikongva égni, vérzeni. Ki minden innen leszaggatta, jöjjön, és onnan tépje ki!